Amikor a feltámadt Jézus megjelenik az Emmaus felé tartó tanítványainak, ők először nem ismerik fel. Beszélgetnek vele, majd Emmausba érve vacsorára hívják. Akkor felnyílik a szemük, és rádöbbennek, hogy Jézus tulajdonképpen végig velük volt. Ezt az utat és ezt a vendéglátást vették alapul a Bói Pince tulajdonosok is, a húsvét hétfői hagyományos Emmaus járással. A mise is megvan, hát időjárás függő, hogyha jó idő van, akkor ugyanúgy a Kálvária dombon van, ha nem olyan a jó az idő, akkor a templomba, és az emberek a mise után ugyanígy kijönnek a pincefaluba, és kinyitják a pincéjüket, és egy vidám húsvét hétfő délután töltenek el a pincesoron. A Birkapelle zenekar érkezik éppen az egyik pincéhez. A hagyományos bói Emmaus járáshoz a zene is hozzátartozik. Van 5 pincesor Bójon, ebből mi az egyik fő pincesort elvállaltuk, és akkor így ugye hagyomány szerint ugye végig zenélünk a pincesorokon. Az 1700-as években betelepült svábság húsvét hétfői szokása mára az egész város rendezvényévé vált Bójban. Részt vesznek benne a II. Világháború után betelepített felvidéki magyarok, és a rendszerváltás után pince tulajdonossá váló, bói gyökerekkel nem rendelkező Németországból érkezett családok is. Egyrészt azért fontos, mert 2 év szünet után végre ismét hivatalosan is lehet Emmaus, mert azt azért nyugodtan el lehet most már így mondani a vírus után, hogy bár hivatalosan nem lehetett rendezvényeket tartani az elmúlt 2 év tavaszán, azért azt mindenki tudja, hogy a bóiak azok Emmaus nélkül nem léteznek, és természetesen azért mindenki kijött. Nagyon nagy öröm, hogy végre ismét rendezvényeket, fellépőket lehetett szervezni, és most már tényleg teljesen szabadon és jogtisztán is meg lehet tartani az Emmaust. Az Emmaus járásnak több mint másfél évszázados hagyománya van. A húsvét hétfői családi program 2011-ben a szellemi kulturális örökségek listájára is felkerült.